Sebők Sándor atya, a Szeplőtelen Fogantatás templom plébánosa már itt is van velem. Isten hozta dicsértessék Jézus Krisztus. Fótról, így van. Egy gyönyörű épít. Azt gondolom, hogy talán itt, mielőtt kitérünk itt a Szeplőtelen Fogantatás témájára, dogmájára, talán kicsit érdemes, azt gondolom, hogy a templom történelméről is beszélni, és nagyon érdekes történet. Hát ezt a csodálatos templomot a gróf Károly Istvánnak köszönhetjük, és a Károly család 1808-ban költözött Fótra, a Károly István gróf építette ezt a templomot, hogy több oka is volt erre a templom építésre. Hát részint kicsi lett, szerezett volna egy családi temetkező helyet létesíteni, illetve elég szerencsétlen volt a házasságában. Első felesége 26 évesen halt meg, második Eszterházi Franciska 30-valahány évesen, a harmadik feleség élte túl, és a második felesége emlékére építette tulajdonképpen ezt a templomot, és ami nagyon izgalmas és csodálatos, hogy Ybl Miklós kérte meg, hogy tervezze meg a templomot, és Iblnek az első munkája. Igen, én is így olvastam, hogy az legeslegelső munkássága volt. Igen, és aztán hát 1845-ben kezdődött az építkezés, közben kitört a szabadsághoz, Károly egy huszár ezredet állítatott fel a saját költségén, ő nem tudta végigharcolni a szabadságharcot, viszont a fiai Károly Sándor és Ede fiatal emberként végigharcolták, mert őt elfogták Vattyányival együtt. Ő lett volna a 14. aradi vértanú, először Pesten, majd pedig Ausztriában raboskodott, aztán kiváltotta a családja. Szóval a lényeg az 1855-ben lett készen a templom, akkor szentelték föl, illetve áldották meg. A konszekrálás 100 évvel később Endrei püspök úr keze által történt. Ha jól tudom, akkor ugye Pius pápa 1854-ben ugye meghirdette december 8-án, igen, és rá egy évre történt egész pontosan a templomnak az átadása is. Igen, ugye? Hát végül is a 9. Pius, ugye? 9. Pius, 9. igen. Pius, igen. Tehát ő volt az, aki összehívta a püspököket, és 1854-ben kihirdette a Szeplőtelen Fogantatás dogmáját. Érdekesség, én ezt az elődömtől dr. Saab Zoltántól hallottam, hogy általában Szitovszki herceg primás is ott volt Rómában, és amikor bejelentették a dogmát, akkor mondta, hogy tanácskoztak, inkább úgy mondom, a püspökök, mondta, hogy Fóton már épül egy templom a dogma tiszteletére. Hogyha világon az első templomja dogma tiszteletére épült, előtte épültek templomok és szentelődtek a Szeplőtelen Fogantatás titulusára, de a dogma kihirdetés után ez az első templom, ami a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére épült. Ez mutatja Károly Istvánnak a mély vallásosságát, tehát ő nagyon-nagyon az egyház ütőerén tartotta a kezét, tehát tisztában volt nagyon a vallási dolgokkal, és hát ő nagyon nagy Mária tisztelő is volt. Piarista diák is volt, szóval egy csodálatos ember volt egyébként. Igen. És aztán tehát Károly István építette, és például ránk maradtak könyvek, a misszáléja, és abban latinul bele van írva, hogy ebből imádkozott hétköznap és ünnepnap nagy tisztelettel és megrendüléssel Károly István. Tehát egy teljesen latin misszáli, hogy akkor még a ritka dolog volt, hogy a hívek követték a szentmisét. De akkor ő egy kifejezetten ilyen igazi hithű katolikusként követte a szentmisének az egyes menekülés, ezekről elmélkedett. Ahogy a pap, hát később a 20. század közepén jelent meg a szúnyog misszáli tulajdonképpen, csak a 20-as években, bocsánat, inkább így mondom, nem is a közepén előbb, tehát ez pedig 19. század közepén ő követte a misét a saját misekönyvéből. És érdekes, hogy ugye hát Fót relatíve itt nekünk pestére, budapestieknek talán úgy kevésbé jut eszünk be, de a pesti vigadó mellett ez a magyar romantikus építészetnek a legnagyobb alkotása. Sőt, ilyen stílusban, úgy tudom, a világon sem épült más romantikus stílusban templom, legalábbis ez mindenképpen így hallottam. Annyira igaz lehet ez, hogy évekkel ezelőtt járt itt egy férfi Londonból, aki építész volt, és azt mondta, az idegenvezetőn beszélt vele, hogy a vizsgán ebből megbukott, és eljött megnézni, hogy mi ez a templom, hogy mi amiből őt meghúzták. Mert hogy nem is nagyon találkozott sehol másokkal. Igen, hát igen. És ez a magyar sors, hogy jobban kell ismerni a külföldnek a mi értékeinket.
És végül is ez a templom igazából egy poros kis falu volt Fót, mikor ide került, tehát Károlyak jó voltából, úgyhogy ők a kegyurak, és hát most is Károlyi László több mint 91 éves már, 91-ben van, és itt él a Fóti kastélyában a feleségével együtt. Igen, a templomok akár egy-egy városnak az építésénél, fejlesztésénél azért mindig központi szerepet fogtok. Tehát, hogyha épült egy templom, akkor jellemzően köré épült. Igen, és igen, igen. Épp annak ellenére, hogy akkor még a katolikusok kisebbségben voltak, mert ugye volt egy törvénykújsz régaeus religió, aki a föld azért a vallás, és előttük protestáns főurak volt, a protestáns gazdája volt a településnek. A 1932-ben volt 200-al több katolikus, mint református a faluban. Jó békességben éltek egymással. Igen, igen. Te szeplőtelen fogantatás, dogmája, tanítása akár festményekben vagy ikonokban az előjön itt a... Hát inkább a Jelenések könyve beszél Máriáról, mint a napba öltözött asszonyról, és egy Karl Blass nevű festő festette a főoltárképet, a nagy napba öltözött asszonyt testesíti meg háttérben a nap, ugye a Szent Háromság, és őtől kapja minden kiválóságát Mária, és ez úgy belefér a dogmába, mert ez egy ajándék a Szent Háromság részéről, mennyiatya részéről, hogy földíszítette Máriának a lelkét. És esetleg a Szent Bernadettnek a jelenésről, amikor a Szűz Mária ugye azt mondja, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, erről például van? Erről a templomban nincs szó, ugye ez kicsit, ez már később. Ez már bőven később, 58-ban volt. Igen. Hát a templom mellett van egy Lourdi barlang, ezzel emlékezünk. Akkor végül is abszolút. A jele van ennek is, igen, a Lourdi barlangban. A fótiak mennyire ismerik akár tehát hogy mit is jelent maga a dogma, mert szerintem rengetegen összekeverik ugye itt a szeplőtelen fogantatást. A szűzifogalással. Hát én azt hiszem, 36. éve vagyok Fóton, úgyhogy én azért elég sokszor kifejtem a hittanórán, és a gyerekeim már tudják, a kicsik is, és a felnőttek is, hogy ne keverjék össze, hogy más a szűzifogalás, ugye Mária férfi közbeütte nélkül fogantta Jézus. A szeplőtelen fogantatás pedig, hogy Szent Anna méhében, amikor Mária első pillanatától kezdve mentes volt az átteredő bűntől, és később pedig a személyes bűnöktől is. Tehát, hogy ez egy ajándék a szűzanya számára. És mindennek a gyökere az, hogy ő Isten anya. Ezért díszítette föl már a lét első pillanatában is a mennyei atya Máriának a lelkét, megóvva az átteredő bűntől. Szerintem az a kereszténység első évszázadaiban egyébként úgy is hívták talán ezt az ünnepet, hogy Anna ünnepe, vagy Szent Anna, hát, tehát valahogy Szent Annához próbálták igen, kapcsolni. Igen, igen, igen. Aztán... De például Szent Ágoston mondja, tehát ez kezdetől fogva tanította az egyház. Szent Ágoston azt mondta, azt írja egy helyen, hogy amikor bűnről van szó, akkor Máriáról szó se essék, tehát ő vallották Máriának a lelki tisztaságát kezdetől fogva. Úgy emlékszem, hogy tám Pázmány is, mert a Nagyszombati Egyetemen olyanokat alkalmazott, akik esküdtettek, hogy szeplőtelen fogantatásra. Tehát azért az egyház mindig vallotta, de hogy mikor avat dogmává egy hittételt az egyház, az azt hiszem az időknek a jeleit mutatja. És sokat gondolkoztam azon, hogy 9. Pius miért pont akkor. Mert akkor már azért már a materializmusnak bizonyos jelei már kezdődtek. Hát ugye nem csak akkor, tehát a kommunista kiáltvány is akkor járt, meg nem sokkal. Így van. És, igen. És aztán kezdődött egy elmaterializálódás Európában, amely elvonja a természet fölöttitől az embereknek a figyelmét, illetve azt mondja, hogy ember, te jó vagy önmagadban, és te vagy a csodálatos, és azt mondja az egyház, hogy nem, nézzetek Máriára. Ő az, akinek elképzelte az Isten a teremtés kezdetén az embert. Meg az, aki oda vezeti végül is az Istenhez a legtökéletesebben. Minta is, meg hát közben járunk is a szűzanya. Igen, nem csak először is azt gondolom, hogy az egyházi dogma, az kicsit olyan, akkor meghalljuk azt a szót, hogy dogma, nem is feltétlenül az, hogy egyházi, az már egy másik külön történet, de a szót meghalljuk, az is egy hihetetlen ridegség van benne. Igen, a mai talán. Ember fél mindentől, ami kicsit körülhatárol valami, keretek ami elkötele. Én azt gondolom, úgy lehetne fogalmazni, akár egy gitegyletnek is lehet dogmát, aki a gitegylethez akar tartoznak, ezt kell gondolni és vallani. Ezek a szabályok. Aki az egyházhoz akar tartozni, a katolikus egyházhoz, annak vallania kell ezt a hittételt. Ez a dogmának a lényege, hogy gyakorlatilag
meghatározza azt, hogy kik tartozhatnak az egyházba hitbelileg. Akkor itt voltak a nemzetközi kollégáink, kérdeztek engem a kongresszus alatt, hogy mik azok a legnagyobb kívások az egyház fiataljainak ma itt Magyarországon. És én azt vettem egyébként észre, hozzáteszem a legelején magamon is, hogy itt nagyon, mintha mi ezt kvázi megtehetnénk, hogy így az egyház tanításaiból így egy kis szeleteket így kiveszik, a másikat meg félredobjuk, hogy ezt elhiszem, igen, ezt meg nem. Tulajdonképpen a eretnek az azt jelenti, hogy heretikus, aki válogat, azt jelenti válogatós. Hát nem válogathatunk, meg kell szoknunk azt, hogy bizonyos értékrendet vagy elfogadunk, vagy nem. Tehát nincs ahogy ez tetszik, ez nem tetszik. Valahogy ott van az is egyébként, nem, hogy nem tetszik, de ugyanakkor nem is nagyon kutattam utána, ugyanakkor nem is nagyon elmélkedtem róla, hogy ez mit jelent. Mi ez lényegében? Igen, nagyon sokszor úgy lesöprünk az asztalról dolgokat, első hallásra valami nem szimpatikus, és akkor én is azt gondolom, hogy nagyon sokat kell nekünk egyháziaknak beszélni ezekről a dolgokról, és nem csak a papoknak. Van egy csodálatos könyv, most a szerzőjét hirtelen nem tudom, hogyan értek az első keresztények. Fantasztikus az ősegyházról szól ez a könyv, német szerzője van, és abban egyik nagy tanulság számomra az volt, hogy a hitet nem a papok hirdetik elsősorban, hanem a hívők. Az utcán, a munkahelyen és így tovább, a tanúságtétel. És azt hiszem, hogyha ebben jobbak lennénk, akkor nagyon sok ember nem botránkozna meg első hallásra bizonyos egyházi tanításon, a szentírás tanításán. Múltkor hallottam valakit, hogy Amerikában csináltak egy fölmérést, hogy miért hagyják el sokan, vagy legtöbben az egyházat, és sok mindent lehetett volna mondani, legtöbben azért, mert a Biblia tanítását nem tudják összeegyeztetni a mai kornak a tudományos és egyéb dolgaival. Most ez megint a mi hibánk, mert össze lehet egyeztetni. Nem ismerik, hogy kell értelmezni a szentírás. Tehát nagyon sokat kellene erről beszélni, de nyilván egy más téma, csak azt mondom, hogy nekünk nagyobb felelősség hitoktatóknak, papoknak. Én azt gondolom, a felnőtt képzésünk is lehetne sokkal jobb. Tehát nagyon sokszor a fiatalok vagy az emberek kapnak egy ilyen korban, egy ilyen megfelelő tudás elsázáskor, körülbelül felnőtt kérdéseik vannak, a tudásuk meg marad itt. Hát úgy elhúz egymás mellett a kettő, és akkor botránkoznak. Igen. Azt gondolom, hogy itt Szűz Mária személyek között, illetve itt az advent misztériuma, az nagyon, nagyon különleges és nagyon, nagyon szorosan összefügg. Ugye tulajdonképpen itt az adventi készületben az adventi misztérium az három, hát megváltás vagy készület. Hát három szempont érvényes. Három szempont érvényes. Visszatekintés, ott várták, aztán, hogy eljött, és most ebben az időszakban, de ez újra el fog jönni. Igen. Viszont az, hogy milyen lesz a második eljövetele számomra, az attól függ, hogy most hogyan élem meg, igen, a Krisztussal való kapcsolatot. És ebben nagyon sokat tud segíteni a szűzanya, a bűn nélkül való. Tehát ahogy ő befogadta az ő méhében, pontosan, igen, Jézus, az ez én is megtehetem, hogy befogadom az életembe. És rajtam keresztül kell megtestesülni a Jézusnak. Ez egy kedvenc gondolatom, hogy ahogy Mária befogadta, hordozta, megszülte, adta a világnak, az én kezeim, én adok kezet Jézusnak, mert az én kezem által cselekszik, a szívem által érez, mint hogy az édesanyától veszi föl a testét a gyermek. És akkor ha én befogadtam Jézus, akkor én leszek az ő keze, a szeme, a szája, a szíve, és így tovább. És tehát ez egy nagyon-nagyon fontos programja kell, hogy legyen a keresztény embernek. Ez a tanúságtétel, ami nekem fantasztikusan sokat jelent, tehát nem tartatom magamban. Az világá kell kürtölnöm. Igen. Az ember olvas egy jó könyvet, akkor másnap azt mondja a kollégáim, te öregem, olvasd, de fantasztikus. Hát akkor miért nem csinálunk így a hitünkkel? Hát ez egy nagyon jó kérdés, de, igen. Ha nekem sokat jelent, akkor miért hallgatok róla? Igen. Nyilván okosan, bölcsen kell ezt csinálni, de azért azt írja a II. Vatikáni zsinat, hogy az igazi apostol alkalmat keres arra, hogy a szavával is hirdesse az evangéliumot. Életünkkel nyilván. Hogyan lehet egyébként megünnepelni magát a szeplőtelen fogantatásnak a fő ünnepét? Ugye, ha jól tudom, ez egy úgymond kötelező. Hát valamikor kötelező ünnep volt, én sajnálom, hogy nem ezt tette a magyar egyház kötelező. Sőt, 47 előtt minden, még munkaszüneti nap is volt. Bizonyám. És hát én azt gondolom, nekem, bocsánat, hagyd mondjam, ez személyes, nekem hármas ünnep, a nagy egyháznak az ünnepe, aztán a Fóti templomnak a búcsúnapja, és én Regnum Marianum közösséghez tartozom, és nekünk a legfőbb ünnepünk, ilyenkor a bazilikában szoktunk összejönni, ha
Covid nem szól bele, és egyszer azt mondta a bíboros, nagyon jó a korátlak, hát tele volt fiatalokkal a bazilika. Tehát mi ekkor ünnepelünk, tehát számomra nagyon-nagyon sokat jelent, és azt gondolom, azt írja a II. Vatikáni Zsénat a egyházról szóló dogmatikai konstitúciónak a 8. fejezete a végén, hogy a Mária tisztelet elsősorban nem elsősorban érzelmekben kell, hogy megnyilván az is. Ha valakit szeretünk, akkor érezzük, és az a jó, hanem az ő erényeinek a követésében. És abban azt hiszem, hogy a szűzanyának is ez a legfőbb vágya, hogy ahogy ő szerette legjobban Krisztus, mert az első keresztény a Krisztushoz tartozó, meg Krisztus hordozó is, hát én is azzal a hittel, azzal a odaadással legyek Jézusért és Jézussal szemben, ahogy ő tette. Az ő hite, az ő alázata, az hogy kereste, hogy mit akar tőle a mennyei atya, ugye legyenek a te igéd szerint. Ez az alázatos meghallás, hogy nem okoskodott, hanem azt mondta, Uram, akkor legyen így, ahogy akarod. Tehát azt hiszem, ez egy olyan életprogram nekünk hívő embereknek, ami hát csodálatos tud lenni, és ami igazán az üdvösségre tud vezetni. És ebben segít Mária, nem csak példakép, hanem Mária által megyünk Jézushoz. Ezt nagyon megfogalmazta. Igen, ez Louis Montfort, hogy jól tudom, Szent Lajos. És ez nagyon igaz. Meg az is igaz, amit a középkorban mondtak, hogy Máriáról soha nem elég. És úgy a protestáns testvéreknek szeretném üzenni, hogy mi nem imádjuk Máriát, de nagyon szeretjük, és nagyon kell nekünk a szűzanya. Nagyon-nagyon tetszett nekem. Most a ökumenikus iskolánk volt 30 évig, és most katolikus fönntartású lett. Nem tudom, hallottak-e Borka Zsolt barátomról, aki fóti. Hát ő a Sienőnek a sógortársa, és meg szerző, meg minden. Van egy gitáros énekkarunk, és éppen Máriáról énekelt ezen ünnepen, és ő is elmondta nagyon bölcsen, Zsolt barátom, ott már ugye sok protestáns is volt az iskola átadási ünnepségén, hogy mi nem imádjuk Máriát, de nagyon kell nekünk, és nagyon szeretjük. És én ezt üzenem mindenkinek. Talán 7-8 éves lehet, inkább 8-10, amikor édesanyámmal beszélgettünk, valamit mosogatott, vagy csinált valamit, egyszer csak odafordul hozzám, te, a szűzanya nagyon sokat tud segíteni. Ez úgy bennem maradt, és én ezt próbálom úgy mindenkinek mondani. Igen. És ezt magam életében is megtapasztaltam. Nekem, és aztán nem tudom, hogy ennek az egyházi dogmáknak, mert tudom, hogy sokan azt a Mária kultuszt, ami egy ilyen szélsőségekbe ment át, sokan azt mondják, tehát hogy nem az egyházi szempontból, hanem tényleg rengetegen talán mondhatjuk, hogy ilyen nagyon szélsőségekbe mennek át, és tudom, hogy nekem eleinte ez például taszító volt, és olyan érdekes volt, hát hogy... A népegyház tagja, így van. De valahogy ezt is érted, az ember szeret valakit, akkor nagyon szeret. Akkor nagyon most szeret. Most kell egy bölcsesség hozzá. De ez nem csak Máriában van, mondok egy példát. Bemegyünk a Fóti templomba, akkor bal oldal volt egy Szent Antal szobor, és a Mária szobor valahogy hátra volt téve. Na, mondtam, hát ez nem jó, ez akkor megbejön, az inkább Máriával talán, kicseréltem a két szobrot. Jön egy öreg néni. Mit csinált maga atya? Hát mondom, kicseréltem a két szobrot. De miért? Hát mondom, azért Mária. Jó, Mária, de a Szent Antal. ez egy teljesen szubjektív dolog, hogy kinek mi a kedvenc, hogy mondjam. Tehát azért mondom ezt, hogy az egyház mindig nagyon a középúton járt, és nagyon bölcsen foglalkozott Máriával, hogy a kegyelem rendjében anyánk, a II. Vatikáni Zsinat, ez fantasztikus volt. Szóval azt hiszem, ezeket az iránymutatásokat kell követni. Igen. Atya, most mondták nekem a kollégáim, hogy ma fogjuk egyébként, Juska atya fog a Fóti szeplőtelen fogantatás templomba. Igen, és hogy mi ezt közvetítjük, úgyhogy ez milyen nagy öröm, ajánlom mindenkinek, hogy igen. Hát nagyon szépen köszönjük, atya, hogy itt volt velünk. Hát nagyon szívesen, hogyha tudtam valamit mondani, akkor én is köszönöm. És áldott szép ünnepeket kívánok. Köszönöm szépen.